Akkor Cseti Jóska fölkért engem, hát jó fél évvel ezelőtt, akkor én ezt a címet találtam ki, hogy a Plazma TV-től a SIM-kártyáig, amiből a Plazma TV-t tudtam, a SIM-kártyát nem. Ma már nem adnám ezt a címet, mert a Plazma TV az egyszerű, a SIM-kártya az pedig bonyolult. Tehát hogyha vannak újdonságok, technikai újdonságok, akkor azoknak a magyarázata, azoknak a megértése az vagy könnyű, vagy közepesen nehéz, vagy nagyon nehéz, szóval nem lehet azt mondani, hogy ez egyforma. Tehát ez a tanításban is így van, tessék belegondolni, hogy voltak olyan részek, amit könnyű megérteni, volt, amit nehéz megérteni. Hát mondjuk az én fiatal koromban volt az, amikor megjelent a színes tévé, és akkor a színes tévét, amikor a színes tévé iránt mindenki érdeklődött, és az valahogy az általános műveltség része volt. Itt van egy ilyen elektronágyú, ez ráadásul olyan Sony trinitronos, az három elektronsugarat lő, itt egy kék látszik, meg egy zöld, és itt alatta el van bújtatva a piros. Hát nem az elektronok ilyen színűek, hanem a képernyőn ott vannak, hát itt az a szöveg, hogy foszfor, tehát egy ilyen fluoreszcens réteg, egy olyan réteg, hogyha az elektronok becsapódnak, akkor különböző színek, ugye ilyen gerjesztések történnek, és amikor elektronok alacsonyabb energiájú állapotban visszaugranak, akkor kisugároznak, és hát itt látható, és ezt úgy mindenki tudja, hogy piros, zöld, meg kék fotonokat, és akkor ezekből a pontokból áll össze a kép, és hát valahogy én így érzem, hogy ezt a hagyományos katodsugárcsöves tűzét, azt a legtöbb ember értette, tehát érdeklődött is, és ez valahogy tényleg a igazán művelt embernek az általános műveltségéhez tartozott. Itt mágnesek vannak, amik ezeket az elektron sugarakat fókuszálják, illetve olyan mágnesek, amit eltérítik, és akkor a megfelelő helyre térítik, és még ezt is úgy lehet tudni. Hát, és akkor az is látszik, hogy itt helyezkednek el a képernyőn a pontok, és hát ide az van írva, hogy a színes televízió, és hát akkor most nézzük meg, és akkor kiderül, hogy nem. Tehát le lehet fényképezni a tévét, most már viszonylag elérhető áron vannak olyan fényképezőgépek, amiknek a szupermakró üzemmódja olyan, hogy nulla távolságról is éles képet csinál, tehát ez úgy készült, hogy ez Baranyai Klára, a Berzsenyi Gimnázium tanára segített ebben, hogy egyszerűen rá kell nyomni a kamerát a tévé képernyőjére, nulla távolságra exponálni, és akkor nézzük meg, hogy mi van, hogyha nem ezt kellett volna csinálni, hogy most azt szeretném, hogy ez újítson. Igen. És akkor lehet látni, hogy ilyen, egy ilyen síkképernyős, katodsugárcsöves tévén, hát ilyenek a folytok, nem teljesen egy vonalban állnak, és nem pontok, nem olyan pontok, mint az előző ábrán volt, még jobban lehet ürítani. És akkor itt van egy másik, ez viszont egy katodsugárcsöves monitornak a képernyőjéről készült, tehát számítógépes monitorról, és akkor itt pedig jól lehet látni, hogy hát egyet nagyobb a felbontás, tehát kisebb, tehát jobb a felbontás egy ilyen monitornak, és hát itt már elromlott a fényképezőgépnek a felbontása. Na most, hogyha az ember hát rájön arra, hogy egyre jobban kimennek a divatból a katodsugárcsöves eszközök, tehát ilyen síkképernyők jelennek meg, akkor mindenféle őrületeket el tud képzelni, hogy itt lehet csinálni a tényleg, hát például állítsuk fejre. És akkor fejre állítjuk, akkor most már látszik, hogy tehát ezek a szép színek elég rondák lettek, és hát így aztán már eléggé meggyőző, és akkor lehet azon gondolkozni, hogy miért ilyen, otthon nyugodtan meg lehet próbálkozni vele, idáig jól megy,
ott látszik az a piros folt, ott az a kamerának, ez ugyanoldal a fényképezőgéppel készült ilyen videó, lehet látni, hogy kikapcsoltam, a fókuszálást lehetett látni, most is lehet látni a fókuszálást, kikapcsoltam, bekapcsoltam, és visszajöttek a színek, tehát az ember a térjét kikapcsolja, bekapcsolja, tömeget visszakapja, és akkor visszaállítottuk, akkor megint elromlik. Most már rendesen áll a téli, azt gondoljuk, hogy kikapcsoljuk, megkapcsoljuk, akkor helyreállnak a színek, hát nem állnak helyre, valamikor sikerült, valamikor nem, hát próbáljuk meg még egyszer, és akkor hát, hogyha helyreállnak. Na most, hogyha otthon valaki ezt megcsinálja, akkor jobb, hogyha a szülők nincsenek otthon, és jobb az, hogyha egy-két órája van, egy-két óra múlva azért helyreáll. Van egy ilyen gomb, hogy degauss gomb, és akkor érdemes nyomkodni időnként a degauss gombot. A degauss gomb az azt csinálja, hogy rendbe teszi ezt, ugye mi történik, a föld mágneses tere belejátszik, a föld mágneses tere is eltéríti az elektronokat, és hát hogyha jelenleg ezt akartam, hanem a következőt, hogy még durvább az, hogyha mágnessel közelítünk a tévéhez, ez majd meg van állítva szép kékre, és akkor egy ilyen iskolai mágnesoldal ezt is meg lehet csinálni, tehát tessék balra gondolni, hogy mindjárt lecserélődik. Tehát most még el lehet végezni ezt a kísérletet, mert a katodsugárcsöves térék még vannak, de pár év múlva csak síkképernyős, és síkképernyővel hiába mágnesezzük, semmi nem történik. És hát itt most két mágnes jön, itt ki lehet találni, hogy itt most ellentétes pólusokkal vannak, tehát a két mágnes ellentétes pólusú, és hogyha megfordítom az egyik mágnest, akkor pedig azonos pólusok, és akkor hát ilyen szép. Ezt szokták úgy hívni, hogy Lorentz lenyomat, azért, mert hogy a mágneseknek a mágneses tere, az hát a Lorentz erővel téríti el az elektronokat, és akkor nem oda talál, ahova kell, és akkor ebből ilyen nagyon bonyolult számításokat, de ilyen szép ábrák jönnek ki. Hogyha ezt megmágnesezi otthon az ember a színes tévéjét, akkor jobb, hogyha egy hétig nincsenek otthon a szülők. Tehát akkor a helyreállás az ilyen hosszú idő, ezt csak azért mondom, hogyha valakinek kedve van a monitorok, azok sokkal jobban helyreállnak, sokkal gyorsabban, mert abban be van építve ez a degauss, és akkor azt kell használni ott néhány óra elég, mert máskülönben botrányok törnek ki, de akkor még nyugtatni kell, és rám kell fogni, hogyha azt mondtam, hogy helyre fognak állni, és pár nap múlva tényleg helyreállnak a dolgok. Na most a plazma tévé. A plazma tévében van plazma. Na most hol van benne? Hát, és hány van benne? Hát, ugye úgy kell gondolkozni, hogy minden fénypont három fénypontból áll, ugye egy pirosból, egy kékből és egy zöldből, tehát amennyi a felbontás, mondjuk az SVGA monitoron ott 600x800, akkor 600x800-szor kell venni a hármat, ezt mostanában tudom, mert ez itt sokszor szerepelt, amit készültem, ez 1.440.000, és akkor ebben 1.440.000 kicsi fénycső van. Tehát úgy kell elképzelni a plazma tévét, hogy itt szépen látszik, hogy itt ilyen keretekben itt be vannak osztva ezek a kis fénycsövecskék, és akkor ugye a két oldalán van egy-egy üveglap, és szigetelve vannak egymástól, egy ilyen hármas alkot egy pixelt, és ilyen mátrix szerkezet szerint vannak ezek behúzalozva. Kitaláltak egy olyan anyagot, ez majd később is lesz, itónak nevezik, mert indiumoxid meg ónoxidnak a 90-10%-os keveréke, ami egy olyan különleges dolog, hogy vezeti az elektromosságot és átlátszó. És akkor ilyennel lehet húzalozni úgy, hogy átlátszó maradjon, és akkor ezek egyformák, tehát egy ilyen pixelben a fénycsövek mind a három egyforma, ezek
ultra UV fénytált, ultraibolya fényt állítanak elő, és ezeknek van egy pici bevonata, és a bevonat az olyan, az különböző, és az UV fényt, amikor elnyelik, akkor a rekombinációnál megint ugyanaz történik, hogy gerjesztődnek elektronok, és amikor visszaugrás következik be, akkor az egyik zöld, a másik kék, a harmadik piros fényjel világít, tehát itt ennyi kis fénycsövet, ennyi kis gázkísérési csövet. Azt mondunk, hogyha valakit, azt nem mondtam el, hogy mi a plazma. A plazma az olyan anyag, amiben hát ilyen folyadék vagy gázállapotú anyag, amiben fontosak az elektromos töltések. Tehát, hogyha abban áramlások vannak, akkor ott az elektrodinamika és a hidrodinamika az együtt összecsatolódik, tehát az anyagáramlások és az elektromos folyamatok, már elektromos mágneses folyamatok, hogyha összecsatolódnak, akkor ez a plazma, és a plazmán belül rengetegféle a napban, magas hőmérsékletű plazma, a biológiai plazmák, ahol hát ionok vannak, és hát testhőmérsékletűek, tehát rengetegféle plazma van, és hát ezt is nevezhetjük a gázkísérési csövekben lévő gázt is nevezhetjük plazmának, és akkor innen van a plazma TV elnevezés. LCD TV, folyamékkristályos kijelző, a következő a sorrend, hogy itt van egy polár szűrő, a polár szűrő a ráeső fényből mondjuk ilyen irányú polaritással engedi tovább a fény. Na most akkor itt vannak ezek a folyadékkristály az itt van, az a hármas, és előtte pedig vannak úgynevezett kapcsolók, és hát itt ezek az elektródák, ez az itó, ez az indium ónokvid, úgy vannak oda vezetve, hogy a rákapcsolt hajfőtség hatására a folyadékkristály valahogy elfordul, és akkor itt a négyesen is, és négyesen ott vannak az elektródák, tehát a kettesen meg a négyesen, és a kettő között van, kettesen, négyesen az elektródák, kettő között a folyadékkristály. A folyadékkristály azt tudja, hogy olyan molekulái vannak, amik a feszültség hatására el tudják csavarni, el tudják fordítani a fénypolarizációs síkját. És akkor itt van egy keresztezett polárszűrő, és a végén pedig egy tükör. És akkor ez, tehát hogyha a folyadékkristály elforgatta a polarizációs síkját, akkor a füvelegesen polarizált fényből vízszintes lett, és akkor az a vízszintes az át tud menni ezen, és akkor hát az egyik esetben, hogyha elforgatja, akkor átlátszó lesz, a másik esetben meg nem lesz átlátszó az a kis szegnens kis jel. Na most a kijelzők azok hát lehetnek ilyen direkt meghajtásosak, tehát ezek a hagyományos kalkulátoroknak a kijelzői, és akkor vannak ilyen pontokból összerakott ilyen multiplex, vagy minek mondják ezt, vagy szóval van ilyen meghajtás, hogy Matrixban van a kijelzés, és hát az az érdekes, hogy a kis kalkulátorok, tehát ma például egy tanítványomnál éppen azt fedeztem fel, hogy a kedvenc kalkulátoromnak megjelent az a változata, egy gyakorlatilag ugyanazok a gombok vannak rajta, és az enyém még ilyen direkt meghajtású, és az új változat, ami egy picit dizájnosabb, de ugyanazok a gombok vannak rajta, és ugyanilyen kalkulátor, az már ilyen mátrixos. Na most ezen belül, a mátrixoson belül is van ilyen, hogy passzív meg aktív mátrixos megoldás, és hát a passzív az, hogy minden egyes ilyen pixelt egyenként bekapcsol, és akkor hát elég lassan tudja az összeset kapcsolni. Úgy lehet gyorsítani, hogy egy ilyen aktív mátrixot csinálnak, és ez van mind, tehát akinek LCD-s, tehát folyadékkristályos színes tévéje, vagy színes, például ez, amit én is itt nézek a laptopon, ilyen képernyője van,
az ilyen aktív mátrixos, ami azt jelenti, hogy minden pixelhez tartozik egy tároló kondenzátor, egy tároló kapacitás, tároló kondenzátor, és mindegyikhez tartozik egy kapcsoló eszköz, és ez a TFT, ez a thin film tranzisztor, vékony rétegű tranzisztor, és hát mikor készültem erre az előadásra, akkor elővettem azt a könyvemet, amit akkor adtak ki, nem mondom meg, hogy 1969-ben érettségiztem, de akkor adták ki, és már benne volt a TFT tranzisztor, tehát ez a technika, ez már régi, de akkor még ezek különálló egységek voltak, és itt viszont úgy le van kicsinyítve, és úgy föl van víve erre a felületre, hogy végül is van minden pixel előtt egy ilyen. Hát mitől színes? Ugye fölmerül ez, hogy hát mitől? Arról van szó, hogy itt van az a folyadéklistája, ami el tudja csavarni tehát itt lehet látni, hogy keresztezett állatban van a két polárszűrő, és akkor megy át a fény ezen, hogyha a folyadéklistáj közben a fény polarizációs sikert eltakarja, és kell elé egy színszűrő, és akkor úgy van megoldva, hogy piros, kék és zöld színszűrők vannak előtte a pontok előtt. Hát mitől ennyire fényes? Hát azért ilyen fényes, mert egy fénycső van benne, tehát van benne egy fényforrás, illetve nem is egy, hanem kettő. Na, ez volt az, amit elfelejtettem elhozni, mert egy kollégámtól elkértem, és úgy valami motoszkált bennem, hogy mit nem hoztam, hogy ezt mutogathatnám, mert a régi laptopok, azok már időnként tökre mennek, illetve hát az is előfordulhat, hogy valaki lejti a laptopot, és hogyha lejti a laptopot, és a laptop utána sötét lesz, akkor nagy valószínűséggel ez tört el. Tehát itt látszik egy ceruza, hogy a ceruzához képest látszik, hogy ez a fényforrás, ez milyen kicsi, és hát itt egy ilyen meghajtó áramkör van, ez is így ebben a labban van, valahogy a képernyő körül helyezik el, és akkor ez adja a megvilágítást, tehát nem is egy, hanem több, és itt is óriási fejlesztések vannak, tehát én nem akarok abban a látszatban tetszelegni, hogy én ehhez értek, én most azt elmondom, hogy én most minek néztem utána, de millió helyen lehet hallani, hogy újabb és újabb és újabb fejlesztések vannak, és például ez, hogy hogyan lehet növelni a fényerőt, itt is napról napra vannak újabb és újabb fejlesztések, hogy hogyan lehet akkor a felbontást növelni. Hát a felbontást az így, hogy ilyen TFT, tehát van ilyen, aki ezt így elolvassa, hogy az ő LCD kijelzője az TFT, és ez azt jelenti, hogy minden pixelhez, illetve háromszor annyi darab tranzisztor kapcsolja ezeket a folyadékkristályokat, és akkor itt látható, tehát ezen a felső ábrán látható az, hogy itt hátulról van a megvilágítás, és akkor itt vannak a pixelekben a tranzisztorok, és akkor itt a tetején pedig a színszűrős panel, és itt lehet látni, hogy nagy nagyításban, vagy nagy felbontásban mit is tudnak belerejteni. A ilyennek kell elképzelni ezt a kapcsoló tranzisztort, a TFT-t. Itt van egy tároló kondenzátor, ez csak egy táptartó, ez a piros, ez éppen a kék. Tehát a színszűrőből ez éppen egy kék darab, és hát itt is az elektródáknak a vezetése ezzel az itóval, ezzel az átlátszó elektromosan vezető anyaggal történik. Akkor hogy számoljuk meg, hogy mennyi, és akkor hát én ezen nagyon meglepődtem, hogy például egy ilyen SVGA képernyőn, ott 800x3x601.440.000 ilyen TFT tranzisztor van, amit bámulunk, és hát nem nagyon látjuk, mert annyira kicsi a magához, ahhoz a fényes foltokhoz képest. És hát itt nagyjából látszik, hogy egy fényfolt
hogy képes, hát ez mekkora, és hát ez ilyeneket lehet találni. Legjobban talán a Wikipédia az, ahol nagyon sok információt lehet. Tehát biztos vannak a jelenlévő között olyanok, akikben fölmerül valamilyen kérdés, és akkor szeretnének utána nézni, és akkor ez például nagyon jó elindulás. Ez is nagyon érdekes, ez a Moore-féle törvény, hogy a Moore-féle törvény azt mondja, hogy bizonyos időközönként, tehát többféle, megint csak az van, hogy a Moore-féle törvényt Moore valamikor régen kitalálta, és akkor azóta rengeteg változata van, ez mondjuk egyfajta változat, arról szól, hogy hát hány darab, itt látszik, hogy hány darab tranzisztor van egy integrált áramkörben. És akkor hát itt az 1971-ben indul, itt 4004-jel indult, és akkor, hogyha ezt ábrázoljuk, akkor látszik, hogy például a másfél év, a 18 hónap az nem jól fitteli, de a 24 hónap az elég jól, és akkor azt lehet elvárni, hogy az integrált áramkörökben a belepakolt tranzisztorok száma, az 24 hónaponként duplázódik, és hát nézzük meg, hogy a 2004 azóta 100 milliónál tartunk, hát most 2060, akkor hát jó sok van, mert az, hogy a 200 milliót is már túllépte. Ez egy elképesztő dolog. Elképesztő, hogyha belegondol az ember ebbe, hogy ez micsoda gyártás technológiát igényel, és micsoda méreteket. Akkor itt mutattam képeket erről az LCD-ről, megint ugyanezzel a fényképezőgéppel készültek ezek a képek, hogy nézzük meg, hogy akkor tényleg olyan-e, tehát ez valódi, ez egy elég jó minőségű ilyen LCD monitorral készült, és akkor eléggé jól föl lehet fedezni. Na most ez meg a saját mobilom. Tehát a mobilomat átállítottam olyanra, hogy fehér mutasson, tehát amikor az ember SMS-t ír, és még nem ír bele egy betűt se, akkor elég nagy felülete fehér, és akkor nézzük meg, hogy milyen a mobil. Nem árulom el, hogy Samsung, mert az valami reklám lenne, de biztos a többi is ilyen, és akkor azt lehet látni, hogy ugyanolyan, tehát ugyanolyan. No, ez már más. Karácsonyfaizzók. A karácsonyfaizzók, ez kedvenc témámmal vált, a kollégáim jól mulattak rajtam, mert már rengeteg karácsonyfaizzót tönkretettem. Arról van szó, hogy hát itt van például egy ilyen sor, most nem szedem szét, ugyanez van a képernyőn, ebből, és hát azt előre megmondom, hogy lesz ilyen kérdés a következő alkalommal a tesztben, tehát tessék figyelni. Ugye a karácsonyfaizzók a fizika tanárok kedvencei voltak, egészen addig, ameddig jól viselkedtek. Ugye hogy viselkedtek jól? Hát úgy, hogy azt tanította a tanár, hogy sorban van kötve. Mondjuk 240 voltra kapcsoljuk, és van 24 égő. Ez könnyű elosztani, akkor mindegyik kap 10 voltot, és hogyha egyet kitekerünk, akkor az elalszik az egész, és meg kell keresnünk, hogy melyik ment tönkre, ki kell cserélnünk, és akkor újra működik. Na, megjelentek a kínaiak, ez a mohikán, ez nem még. Ugye, hát nézzük meg, hogy nem jó, visszat, hogy kell? Nem jó. Itt kell, most hogy tudom elindítani. Igen, ez is egy kis videó. Tehát itt közelről látszik, hogy egy nem ég, a többi meg ég. És tényleg 7 vezeték van, nem, itt 3 van, de az mindjárt kiderül. Most kihúzom azt az egyet, és akkor 8 elalú. Na akkor most kihúzok itt egyet, akkor az első 8 aludt el. Sorban van az egész, tehát ez egyetlen lánc. Hányszor 8 van, ez mindjárt kiderül, 5-ször 8.
Van 40 ilyen égő van, és hát az lesz a kérdés, hogy hogyan vannak kötve. Tehát hogyan lehet, tehát ezek, ez úgy készült, hogy van hozzá egy trafó, mert bizonyos országokban nem engedik a kínaiaknak, hogy 220 vagy 230 voltra kössék az összeset. Tehát én vettem már ilyet, amiben 100 égő van sorba kötve, és hát ember legyen a talpán, aki, hogyha nem égne az egy se, akkor megtalálná, hogy melyik az, amelyik rossz. Na most vannak országok, ahol ezt nem engedik, és ez 24 volt, és 40 darab van sorba rakva, a 21 egy ilyen égő, az 3 voltot kap, tehát akkor olyan lesz majd a kérdés, hogy hogyan kell itt kötni, olyan a vezetéknek vannak olyan részei, ennek a füzérnek olyan részei, ahol 3 vezeték van, és más helyeken meg 2 vezeték. 3, 2, 3, 2, így van kötve, és ilyen 8-as szakaszok vannak. Na most, itt van egy kísérlet, hogy hát tessék tippelni, mindenki magában tippeljen, hogy hány voltnál ég ki egy ilyen nyomorult. Tehát, hogyha ez 3 voltra van méretezve, akkor hány voltnál, nézzük meg. Nézzük, a baloldali műszer mutatja a feszültséget, a jobboldali pedig az áramerősséget. Most már elég szépen világít. Most már 6 volt van és 115 milliamper, 8 volt és 131 milliamper. Ez úgy van beállítva, ez az áramérő műszer, hogy 200 milliamper a maximum. Tehát, hogyha el fogja érni a 200-at, akkor ez elalszik. Tehát itt már 11,8. Tessék elképzelni, hogy 2-3 voltra van ez méretezve. Hát úgy ír, mint a veszedelem. Alig lehet látni, hogy az 14,63, 177 milliamper. Most azért közvetítek itt, én jobban látom talán innen. Na, 20 volt, eléri a 20 voltot, vagy nem? Ki melyiknek drukkol? Tehát most nagyon közel van már a 200 milliamper. Ó, milyen jól drukkol a társadalom. A 200 milliamperhez már nagyon közel van, és akkor most átlépte a 200-at, tehát ez már nem, már rettentően még. 20 voltot elért, na 22, ki ad érte 22-t? Na 23, és 24-nél, tehát 24 voltnál, tessék elképzelni, hogy tehát ez úgy van üzemileg beállítva, hogy 2-3 voltos feszültséget kap, és ennyire túl lehet feszíteni, tehát gyakorlatilag túl lehet feszíteni, megy tovább a mozi, itt azt lehetett látni, hogy az áram az teljesen nullára lecsökkent, tehát úgy viselkedik, mint egy rendes égő, és akkor én itt most ezt sorba kötöm, egy 15 wattos 230 voltra méretezett égővel. Ez most kicsit ügyetlenkedem, mert épp ilyen kis drótocskákat kell eltalálni, és akkor az egészet, tehát ott van az égő, sorba kötöm a 230 volt 15 wattos égőt, meg ezt a kiégett kínai izzót, és tessék nézni, most már ez átbucsázott a fején, ahogy a régi népmesék mondják, és a szakadásból rövid zár lett. Tehát ez tudja azt, hogy ha kell, akkor ő szakadásból rövid zárat csinál, és hát ugye most egy pici, most mindenki elgondolkozik, hogy csinálhatja ezt, és hát akkor kicsit itt szórakoztatom a társaságot, hogy hát ilyen iszonyú rondákat is lehet találni. Mi van akkor, hogy a Valentine nap találkozik a karácsonyjal? Szóval elképesztő. És akkor itt látszik, tehát elég sokat tönkretettem, és nagyon nem egyformák. Tehát ugye elvárja az ember azt, hogyha valamilyen terméket gyártanak iszonyú nagy mennyiségben, azok nagyjából egyformák legyenek. Tehát mondjuk 1% vagy 5%-on belül egyformák. Hát itt például olyat találtam, ami 35 volt körül égett ki. Tehát itt tessék nézni, hogy itt látható az áram milliamperben, de ez nem lépte túl a 200 milliampert.
Tehát ennek az árama, az üzemi ellenállása az eléggé változik, és itt látszik a feszültség áram értékek, és hát hogyha elosztjuk egymással, akkor látszik, hogy 2,5-szeresére felnő az ellenállás. 2,5-szeresére meg tud nőni. Hát ennek nyilván az az oka, hogy magas hőmérsékleten hát az elektromos ellenállás erősen növekszik, és hát így néz ki. Ez például 34-35 volt körül éget ki. Tehát ez az a mérésem, amikor följegyeztem az adatokat. Na most itt van a trükk, tehát megint ugyanez a fényképezőgép, nem mondom meg, hogy Canon márkájú, mert az reklám helye lenne. Fölnagyítva ilyen kép, nézzük meg nagyobbba, nézzük meg még nagyobbba, és akkor elég jól látszik itt az izószál. Tehát ez az izószál, és a trükk az ez a háromszoros körülhurkolás. Tehát ezek a ronda drótok, ezek az árambevezető drótok, ezek vannak úgy sorba kötve, és akkor ez a körülhurkolás, ez tudja azt, hogy ha akarom, akkor ez olyan, mintha nem is lenne ott, ha akarom, akkor ez rövid zár. És akkor mi ez a körülhurkolás? Hát ez be van vonva valamilyen szigetelő anyaggal, egy nagyon vékony, olyan, mintha egy ilyen szigetelő zománc, vagy szigetelő festék lenne rajta, tehát valamilyen lakréteg mondjuk, és akkor ez azt csinálja, hogyha ez kicsi feszültséget kap, tehát mondjuk, mondom, hogy nagyon sokat tönkretettem, tehát elég jól tudom, hogy körülbelül olyan 30-35 voltnál üt ez át. Tehát olyan, hogyha ez nem kap többet, mint 30 volt, akkor ez kiég az égő, és akkor ez olyan, mintha itt sem lenne, tehát olyan, mint egy szakadás, mert az a szigetelő, az nem engedi át az áramot, ommérővel, hogyha megmérjük, és hát az ommérő ilyen megaohmokat tud mérni, akkor kiakad az ommérő. Tehát azt mutatja, hogy teljesen egy szakadás. És hogyha ez nagyobb feszültséget kap, tehát tessék belegondolni, hogy egy hosszú láncban egy darab kiég, akkor az az egy hirtelen megkapja a 230 voltot, és akkor ez odasül. Odasül, tehát akkor ez átüt és odaragad. Na most ez olcsó megoldás, ez a kínai megoldás. És persze ebben van egy nagy halom veszély is, mert tessék arra gondolni, hogyha ez mégsem heged oda jól, hanem pont úgy, hogy egy olyan ellenállás alakul ki, hogy itt nagy teljesítmény diszipálódik, akkor ott karácsonyfa tűz lesz. Tehát ezért van az, ezért nem szabad az ilyen olcsó kínai füzéreket felügyelet nélkül bekapcsolva hagyni. Valószínűleg ez az oka. Ja, itt még közelebbről ezt nem tudtam, hogy még közelebbről. Eljutottunk a színkártyáig. Itt sem mondom meg, hogy ez egy pandonos színkártya, mert ilyeneket nem szabad mondani. A Subscriber Identity Module, ez előfizetői azonosító modul. Hát nagyon sokan ezt se tudják, hogy a SIM az minek a rövidítése. Ugye ez az a kártya, amit mindenki olyan jól tud használni, hogyha egy másik telefonba átrakjuk, akkor a másik telefon ugyanúgy viselkedik, mint a mi régi telefonunk, és ez valahogy tárol információkat, és hát végeztem ilyen közvéleménykutatást, egy csomó embert megkérdeztem, hogy a színkártya hogyan tárol információt, és hát most nem játszom el itt, mert 6 óra előtt beszeretném fejezni ezt az előadást, mert nem csinálunk ilyen szavazásokat, de elmondom a tapasztalatomat. Az emberek lényegében két csoportra oszlottak, az egyik csoport az felháborodott, hogy hagyjam őt békén, mert ez az a csoport, hogy hát elegem van már, annyi információt hallottam, hogy hagyjuk ezt, a másik csoport pedig azt mondta, hogy mágnesesen. És hát miért mondják az emberek azt, hogy mágnesesen? Mert megszoktuk, hogy az információt mágneses módon, tehát ahogy a magnetofon, a videomagnó, a floppy lemez, a Winchester mágnesesen tárolja az információt, hát ez valahogy belement az emberek fejébe, és hát ez a SIM kártya az nem ezt csinálja,
És hát a trükk az az, hogy flash memory, tehát ez a flash memory, megint el szeretném mondani, hogy nagyon nehéz ez a terület, rengeteg információval én nem értek hozzá, tehát soha nem értettem az elektronikához, és lehet, hogy most hülyeségeket beszélek, de azért megpróbálom elmondani, hogy én mit tudtam meg, hogy körülbelül ennyit tudok elmondani. Tehát lélfelejtő gyors memória, és akkor hát előtte egy ilyen rövid történeti áttekintés, és hát ez is már a 60-as években megvolt a MOSFET, ez a metaloxid félvezető, tehát fullmoxid félvezető, és ilyen, ide van írva, tényleg nem kell fordítani, térvezérlésű tranzisztor, és hát akkor ez hogy működik? Ez úgy működik, hogy a tranzisztoroknak a normálisan három kivezetése van, amit ugye bázis emitter kollektornak hívnak, de ennek négy kivezetése van, és nem úgy hívják, hanem ez a source, ez a forrás, a gate a kapu, a drain a nyelő, és a body az a bázis vagy a test. És és akkor az áram, ami a forrás és a nyelő között folyik áram, az erősen lehet befolyásolni azzal, hogyha a kapura valamilyen feszültséget kapcsolnak. Na most itt a kapu alatt van egy oxid réteg, és ez az oxid réteg, ez szigetel, tehát ez megakadályozza, hogy itt áram folyjon, de nem akadályozza meg azt, hogy itt létrejöjjön valamilyen elektromos tér. És ez az elektromos tér, ez erősen befolyásolja a forrás és a nyelő közötti áramot. Tehát ez az alapja a térvezérlésű tranzisztornak, és mondom, hogy a térvezérlésű tranzisztor, hát inkább azt lehet mondani, hogy majd, hogy nem 50 éves, de a 60-as években ez már biztosan volt. A következő lépés az az EEPROM volt, ami azt jelenti, hogy törölhető és programozható, csak olvasható memória, és hát itt ez majdnem ugyanaz, mint az előző, csak az a különbség, hogy megjelent egy úgynevezett floating gate, és az a floating gate, ez a lebegő kapu, tehát a két kapu, egy kapuból két kapu lett, a lebegő kapu és a kontroll kapu. Itt a kettő között van egy ilyen IPD nevű anyag, aminek ez a neve, hogy interpolyszilikon dielektrikum, tehát dielektrikum az a szigetelő anyag, az oxid vagy oxid nitrid oxid ilyen az meg az ONO. Iszonyú sok ilyen rövidítés szó van. Én letöltöttem azt hiszem, hogy talán 110 oldalas fájlt, ami az rövidítéseket tartalmazza. Tehát ez valami elképesztő, hogy ez megtanulhatatlan, hogy a gyakran előforduló bevett rövidítéseknek a gyűjteménye, és a magyarul van, tehát nem csak az angol fordítás, hanem a magyar megfelelő is bele van írva. Na most akkor ez hogy működik? Hát ez úgy működik, hogy ez a lebegő kapu, ez tárolja az információt. Milyen módon? Hát olyan módon, hogy ez valahogy föltöltődik, tehát hogyha ez töltéssel, tehát hogy működik a flash memória, úgyhogy elektromos töltés alakjában tárolja az információt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kis szilícium lap, és az vagy töltéssel rendelkezik, vagy nem rendelkezik töltéssel, és ez a forrás és a nyelő közti áramot befolyásolja, vagy nagy áram folyik ott, vagy kicsi. Tehát a nagy áram az az egynek, a kicsi áram a nullának felel meg, és ez attól függ, hogy a floating gate az töltéssel rendelkezik-e, vagy nem. Na most ez az EEPROM, ez még úgy működött, hogy UV-fénnyel meg kellett világítani, tehát hogyha törölni akarták, akkor egy UV-lámpával fél órán keresztül kellett, és ez nagyon világítani, és akkor elvesztette a töltését, tehát nagyon kényelmetlen volt ennek a használata, és akkor ebből az EEPROM-ból lett az EEPROM. Na most az viszont olyan, ami elektronikusan törölhető, tehát ugyanaz, ez a része, a baloldali része az ugyanaz, megjelent egy másik, tehát megduplázódott a mérete, ez is lett a hátrányú, és akkor itt van egy ilyen második kapu, és akkor
ennek a kapunak a segítségével lehetett hát törölni az információt, és hát a nagy méret, tehát az, hogy ez nagy, ez volt a hátránya, és akkor megjelent az, amiről szól az egész, ez a flash apron, és hát ez ebben mi a trükk? Meglepő, hogy ez alagút effektussal működik. Alagút effektust azt mindenki használ, amikor például a konnektorba bedugjuk a villásdugót. Mert a konnektor és a villásdugó fémből van, mind a kettőn van egy nagyon vékony oxidréteg. És akkor, amikor összedugjuk, akkor az áram szépen átalagutazik ezen a vékony oxidrétegen. Tehát ez erről nem nagyon tudunk, de ez működik, ez egy ilyen kontaktellenállást eredményez. Hogy működik a programozás? Van egyenletes alagutazás, az azt jelenti, hogy ha nagyobb feszültséget kapcsolnak a kontrollgétre, akkor az át, tehát itt van egy szilíciumoxid, tehát egy szigetelő szilíciumoxid réteg, és a szilíciumoxid rétegen átmennek az elektronok, és ez töltéssel fog rendelkezni. Most, hogyha ügyesen választják meg a feszültségét a kontrollgétnek meg a nyelőnek, akkor, tehát mind a kettőnek, akkor innen mennek át. Tehát tessék nézni, ez 13 volt, hogyha jól látom, meg mínusz 5, és akkor ez nagyobb feszültség, tehát szívesebben itt oldalirányú, nyelő oldali alagutazással, alagút effektussal tölti fel. Lehet egy másik módszerrel alagutazás helyett lehet elektroninjektálással is, úgy mondják angolul, hogy hot electron injection. Ez valami olyasmi, hogyha földolsítják az elektronokat, tehát mennek a forrás és a nyerő között, és a gétre, a kapura elég nagy feszültséget kapcsolnak, akkor olyan nagy energiájúak lesznek az elektronok, hogy ezek már át tudnak ugrani erre a bizonyos lebegő kapura, és ez már nem az alagút effektus, tehát kétféle megoldás is van arra, hogy hogyan lehet programozni. A törlés az viszont mind a két esetben a törlés az alagút effektussal történik, és annak is hát két formája van, van a nyelő oldali, tessék nézni, akkor a control gate-re negatív feszültséget kötünk, lényegében földelve van a forrás is, meg a bázis is, vagy a test, és akkor visszaalagutaznak vagy itt a nyelő felé, vagy pedig egyenletes alagutazással eltűnnek. Azért hívják flash memory-nak, mert nagy egységeket egyszerre tudnak törölni. Tehát ezzel az egységgel így lehet. Na most hát itt vannak ilyenek, tehát minden ide tartozik, a SIM kártyán mellett, hát ezek a fényképezőgépbe rakható memóriakártyák, itt van egy pendrive, itt van egy szét barmolt pendrive, tehát hogyha ügyesen fölvágjuk az oldalát, akkor ez van bent, és hát az az állítás, hogy a gyártás szerint kétfajta technológia van, az egyiket NOR-nak, a másikat NAND-nek hívják, és hát a NOR az inkább olyan, ami kódokat tárol, tehát ez a SIM kártya az inkább ide tartozik, és a NAND az meg a nagy adatmennyiségeket tárol, tehát két elérhető verziója van. De nem szeretnék belemenni, hogy most mi a NOR, meg mi a NAND. Ugyanazt csinálja, tehát mindegyik úgy elvileg ugyanazt csinálja. Ez mit akartam? Igen, a kollégámnak megígértem a kiolvasást. Tehát, hogy hát jó, most tárolja, tehát mi történik? Egy ilyen szilíciumnapon, egy integrált áramkörben valamilyen módon oda van téve rengeteg ilyen eszköz, ilyen hát EEPROM, ilyen flash memória, egy unit egység oda van rakva,
és hát a floating gate-jük, a lebegő kapuluk föl van, vagy föl van töltve, vagy nincs föltöltve. És akkor ezt ki lehet venni, át lehet tenni a másik mobiltelefonba, vagy ki lehet húzni a fényképezőgépből, szóval nagyon hosszú ideig tárolja az információt. Nyilván olyat ilyen elektrostatikus kisülési kísérleteket nem szabad vele csinálni, tehát mondjuk Van de Graaff generátoron kisütni azt nem szabad, azt biztos rosszul viselni, de egyébként ezek jól viselik azt, hogy a töltések ott megmaradnak, és akkor a kiolvasás az úgy történik, hogy hát a forrás és a nyelő közötti áramerősség az a lebegő kapu töltésétől függ, és akkor én azt mérik, hogy ott éppen azon az eszközön van áram vagy nincs, és akkor ez szerint 0 vagy 1. Tehát ez a kiolvasás, és akkor egy egészen más dolog, itt lehetett érezni, annyira jól lehet érezni, hogy mikor figyel a társaság, meg mikor nem, hogy most úgy lehetett érezni, hogy a társaság az eléggé elfárad, és akkor gondoltam, hogy ez így lesz, úgyhogy hoztam egy ilyen furcsaságot, ez egy zseblámpa, és hát nagyon ritka az, hogy a dobozon rajta van, mégpedig előjel helyesen, O egyenlő mínusz delta T per delta T, és ide van írva, hogy Faraday Principle of Induction, a Faraday-féle indukciós törvény, és akkor ezen alapszik ez a zseblámpa, 15-30 másodpercig kell rázni, valószínűleg sokan ilyet láttak, eddig rázzuk, és akkor 5 percig folyamatosan világít, tehát hát ez most hosszú ideig nem váztam, és hát mutatom, hogy azért világít. Na most a mi van benne? Hát LED van benne, tehát a LED az kisugárzó fénykibocsájtó dióda. Engem honyeknek hívnak, úgyhogy nagyon meghatott, hogy Nick Holonyak, másnak is van ilyen szörnyű neve, ez a Nick Holonyak találta ki az első 1962-ben az első olyan LED-et, ami látható fényben világított, és hát a félvezető, és akkor megint ez egy olyan dolog, hogy hát szinte mindenki használ, mindenki tud LED-ekről, és senki nem kérdezi meg, hogy az hogy világít. Hát úgy világít, hogy a félvezetőknél ugye elektrodok és lyukak vezetnek, és amikor vezetési állásban vannak, akkor elektron-lyuk rekombináció történik. És akkor van olyan félvezető, amelyik tudja azt a trükköt, hogyha az elektron beugrik a lyukba, és így energia szabadul fel, akkor ez foton formájában kisugárzódik, és vannak olyanok, amik nem tudják. Ezt direct band gap, vagy indirect band gapnek hívják. Néztem egy-két órán keresztül a sávelméleti modelleket, és aztán úgy döntöttem, hogy erről nem mondok semmi részletet, mert ez kemény. Milyen a színe a ledeknek? Hát itt letöltöttem egy ilyet, és hát rengeteg fajta szín van. Tehát piros, sárga, zöld, ez az emerald green, ez nagyon tetszett nekem, szóval orange, red, mindenféle színek vannak, és akkor itt föl vannak sorolva azok a félvezető anyagok, amikből olyan ledet lehet csinálni, amilyen direkt, amiknél olyan a sávszerkezet, hogy az elektron-lyuk rekombináció fotonkisugárzással jár. Fehér led, erről is sokan hallottak, a fehér led az egy csalás. A fehér ledben az a csalás, hogy az valójában egy kék. Tehát egy nagy energiájú, tehát ilyen összetételű, ez ilyen gallium nitrid, meg indium gallium nitrid, ez 465 nanométer körül ad egy erős kék csúcsot, és ezt a burkolatot bevonják egy ilyen furcsa nevű foszforral, tehát egy olyan anyaggal, ami nem is igazi foszfor, hanem egy ilyen szintillátor, tehát ő megrázkodik, és egy viszonylag széles sávban eléggé sárgás fényt sugároz ki. Tehát egy kék, illetve részben UV, vagy közel UV
kék fény jön ki, és a felület, a foszfor, a fluoreszcens rétegnek az anyaga, az sugároz ki egy ilyen széles sávban sárgával, és az ember szemében ez a kék-sárga kombináció, ez a fehér jelzés. Csináltam egy kis számolást, hogyha egy LED-nek a tipikus árama, mondjuk erre gondoltam, hogy 20 milliamper, és a feszültsége 3 volt, és 5 percig világít, akkor az 300 szekundum, tehát a töltése az ugye 20 milliamper szer 300 szekundum, itt ne felejtsük el átváltani amperbe, tehát ez 6 kulomb, és hát hogyha ez 6 kulomb, akkor ebben van egy 2 farádos kondenzátor. Tehát, és akkor az ember elgondolkozik, hogy vannak-e ilyen nagy kondenzátorok, és akkor most már vannak, és akkor a csőcs az most ez. Tehát a Maxwell Technology-t esetre hirdetjük, szuperkondenzátora, ez a doboz, ez 2600 farados. Tehát most már itt tartanak, és az a döbbenet, és visszacsatolva az előző atomcsill előadásokra, hogy ebben már ilyen szén-nano csöveket használnak. Tehát ugye valahol örti az ember, hogy azt kell csinálni, hogy nagyon-nagyon kis távolságon kell a pozitív-negatív töltést valahogy elhelyezni, és akkor ezek így jelennek meg, és föl fogok tenni egy ilyen kérdést, de most nem mondom meg a választ, meg azt sem, hogy ez mi, és akkor ez a vége az előadásnak. Köszönöm.